Bábesbújai Tudományegyetem másodéves fotószakos hallgatói tematikus tárlat által próbálgatták oroszlán körmüket. A kiállításra elegáns környezetben, a Bánfi palotában került sor. Ez tulajdonképpen egy iskolai feladat volt, másodéves hallgatóknak a feladata volt az, hogy a környezetüket, a környezetben élő embereket olyan helyzetben mutassák be, ahol azt a környezetet is látjuk, ami ezt az embert jellemzi. Ez tulajdonképpen egy fiatal ember számára, aki fotós vagy filmes szeretne lenni, egy nagyon szigorú feladat, mert igazából nem tud mit hozzátenni, szembesülnie kell azzal a környezettel, amiben él, azokkal az emberekkel, és a fiatal generációnál általában az az egyik probléma, hogy embereket nem szívesen fotóznak, általában tájakat, felhőket, inkább a természetet keresik, és kevésbé az embereket, tehát ez a feladat arra is jó, hogy emberekkel kommunikáljanak, emberekkel próbáljanak meg ugye hangulatot kialakítani, és azért ez egy tematikus kiállítás, mert mindenkinek egy önarcképet is kellett megcsinálni, nem selfie stílusban, hanem a régi önkioldó stílusban, tehát egész alakba kellett magukat megmutatni abban a térben, amiben léteznek, élnek, és mindenkinek kellett egy csendéletet is elkészíteni, ezzel talán az ő saját hangulatát, lelkét is megmutatva, hogy milyen tematikájú csendéletet készít. Ez a kiállítás, ez ennek a generációnak az első kiállítása, és reméljük, hogy jövőre majd egy év múlva egy teljesen más anyaggal fognak tudni jelentkezni. Mivel mindenki másképp látja a világot, ezért szerintem ez egy olyan kiállítás, amiben mindenki más tud belelátni. Tehát épp ez a jó benne talán, hogy nem magyarázzuk el, hogy mi van a képeken, hanem mindenki azt értse, amit. Ugye megvan az adott cím, de hogy a címben nagyon sok mindent bele lehet értelmezni, tehát hogy ez szabad témájú kiállítás. Hát talán a kedvenc képem az, ami apukámról készült, és talán azért is, mert nagyon sok minden van a háttérben, és az megmutatja az ember személyiségét is, azt, ahogyan él, és nagyon sok mindent el tud mondani róla, hogyha nagyon odafigyelünk és alaposan megnézzük. Amikor terveztük ezt a koncepciót, akkor azt gondoltuk, hogy fontos az, hogy az embert abba a térbe helyezzük, ami őt jellemzi leginkább. És legyen ez a konyha a mamánál, egy garázs vagy bármi. És igazából az embert nem csak a szeme, színe, a haja jellemzi, hanem a léttér is, ahol van. Dr. Katona Zsé József, a Bábesbolyai Tudományegyetem fotofilm média karának tagozatvezetőjét, egyetemi adjunktus köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát először is gratulálunk a diákokhoz, nem először hallunk róluk és látjuk az alkotásaikat. Aki esetleg azt latolgatja, hogy erre a karra iratkozik, mit kínál számukra ez a képzési program? Kezdem az elejétől. A diákjaink valóban nagyon sok szép sikert értek el, az utóbbi időben egyre több sikert értek el. A kínálatunk pedig elég sokrétű, ugye nálunk a mi szakunkat végzett diákok előtt egy olyan pálya áll, ami több területen megengedi nekik, vagy felajánlja nekik, hogy elhelyezkedjenek. Operatőrök, vágók, akár rendezők is lehetnek, de a stúdióban bármilyen területen eligazodhatnak, hangtechnikában is, hangfelvételeknél is, utómunkálatoknál tudnak, de akár szerkesztőként is, ugye köztudott, hogy nálunk végzett akár Varga Marci is, és ugye ő a kamera elé került a kamera mögül, aztán, és igen, még vannak erre példák. Tehát mindenki a saját tehetsége szerint megtalálhatja a területét a film, a fotó, vagy a médiában. Legtöbben
akár saját stúdiót is indítanak fotófilm erre is van területén. Példa? Igen, nagyon soknak. Már most diákként megvan a saját kis cégük, hogy így mondjam, ahol próbálják. És egyben a megélhetésük azt jelenti, vagy legalább kisegítik ezzel. Az érdeklődés is növekedett a szak iránt, a kar iránt? Igen, növekedett, és én büszkén mondhatom azt, hogy a mi karunkon, ugye az, van nekünk egy plakátunk, amit gondolom majd a bejátszásba valahol majd azt fel lehet tenni. Van egy plakátunk, ahol büszkén állítjuk azt, és teljesen kimutatás alapján, hogy 10-ből 9 diák a saját szakterületén van elhelyezkedve, és tehát az 1% az őszintén megmondom, amikor a kimutatást készítettem, az a pár diák, akiről nem tudok semmit. Azokról nem mondhatom, hogy hol vannak elhelyezkedve, mit csinálnak, mit dolgoznak. Tehát 10-ből 9-en, ez egy nagyon jó arány. Nagyon jó arány. Mennyi a gyakorlati képzés, vagy milyen arányban helyezik? Tehát a mi egyetemünkön, a mi karunkon nagyon nagy fontosságot adunk a gyakorlati képzésnek. Kétharmada legalább a tananyagnak úgy van összeállítva, hogy gyakorlati képzésben vegyenek részt, tehát a szakmának az alapjait tanulják meg. Kezdődik az első éven, nagy hangsúlyt kap a fotó, tehát végül is ez kapja a legtöbb kredit számot, erre fektetődik a legnagyobb hangsúly, de első év végén már kamerát kapnak a kezükben, első év második fél évében, és már kamerával kell dolgozniuk. Kevés esélyük van máshol, más egyetemeken, akár külföldön is, hogy már első éves korban kamerával dolgozzanak. Nálunk ez megadódik, ez a lehetőség. Van felszerelésünk, nagyon jó felszerelés van, és úgy lehetőség van rá, hogy a diákok aztán tudjanak effektíve munkába állni, hangfelvételtől elkezdve operatőrként is koncepciót kidolgozni, forgatókönyvet megírni, és így tovább. És vannak kapcsolataik más intézményekkel, szakmai műhelyekkel, ahol effektíve kipróbálhatják magukat a diákok? Igen. Kapcsolatban állunk külföldi egyetemekkel is, főleg a Színház és Filmművészeti Egyetemet említem meg, ahonnan tanárok jönnek és tanítanak, vagy akár a Pécsi Tudományi Egyetemmel is kapcsolatban állunk, vagy a régi Budapesti Műszaki Egyetemmel, amelynek most a Metropolitan Egyetem a neve. Tehát ezekkel állandó kapcsolatban állunk. Azon kívül a diákoknak lehetőségük van Erasmus ösztöndíjjal külföldi egyetemeken tanulni. Dél-Korea, Franciaország, Hollandia, hadd ne soroljam, mert elég sok országgal vagyunk kapcsolatban. És Törökországot kifelejtettem, mert majd minden évben megy egy-egy diák Törökországba. Tehát élnek is a lehetőséggel. Igen, és kár volna ezt nem felhasználni. Ezen kívül, csak befejezem a gondolatot, a diákoknak a szakmai gyakorlat során a legtöbb diáknak lehetősége adódik valahol egy stúdióban, ha nem fotostúdióban, akkor akár tévénél, vagy itt-ott egy-egy stábbal együtt dolgozni, ami nagyon nagy lehetőség van. Ezért külön köszönjük a Kolozsvári Televíziónak is, mikor lehetőséget ad a diákjainak. Igen, így van, elő fordul közülük néhány. Beszéljünk egy kicsit visszatérve a szakmai sikerekre arról, hogy ezen a területen hogyan haladnak. Tehát én említettem, hogy hallunk neveket, megismerünk egy-egy diákot, aki szép eredményt ér el, de bizonyára, hogy nagyon rálátása van arra, hogy hova jutnak el az alkotásaik. Azzal kezdeném, hogy a tanári garda kezd felfrissülni, új tagok jönnek, egyre magasabb szakmai képzettséggel. Ugye az egyetemi katedránál fontos, most már nagyon fontos az, hogy legyen doktori végzettsége, ami ugye nagyon nehéz egy jó szakember doktorival is, vagy szakember, vagy doktor, vagy ez nagyon nehéz összeegyeztetni, kevesen vállalkoznak erre. Szép lassan aztán kialakul az a gárda, amit az akkreditáláskor is figyelembe tudnak venni. Ugyanakkor a szakember gárdára is nagyon nagy figyelmet fektetünk, és ennek köszönhetően a diákok egyre mélyebben kapnak olyan, vagy egyre fontosabb képzést kapnak arra, hogy olyan típusú filmeket készítsenek, amivel tudnak jelentkezni szakmai megmérettetéseken, fesztiválokon. Na, ennek köszönhetjük akár a fotográfiában, akár pedig a film területén. Ennek köszönhetően a tavaly például 30 nemzetközi díjat nyertek a diákjaink. Kicsi szak. Évente egy évben például 10-12 diák van, csak mert ez tulajdonképpen a nagy vonalnak, ami a román nyelvi vonalnak az egyik ága, ahol magyar nyelven lehet tanulni, tehát nem egy olyan nagyon erős szak,
hogy mondjam, nagy létszámúsak. Emellett viszont mégis a diákjaink fel tudtak már mutatni olyan eredményeket, hogy tavaly egyik diákunk, Seresté Szilárd, aki mesterit végzett, neki az egyik filmje már bekerült a 25 Cannes-i rövidfilm közé, és nagyon büszkék vagyunk rá. Azután pedig rengeteg fesztiválon vett részt és díjakat nyert. Ez eddig a legnagyobb csúcs. Tehát a legnagyobb eredmény, amit elértek. Igen. A diákjaik. Tudnak nekik ebben segíteni, hogy eljuttassák különböző fórumokra, igen, fesztiválokra? Igen, ez most már nálunk szervezett keretek között van. Van egy új tanárnőnk, aki különben Magyarországról telepedett át, hogy itt taníthasson. Itt aztán megemlítem, hogy Magyarországról is jönnek diákjaink, akik itt tanulnak nálunk. Majdnem minden évben van diák, aki nálunk tanul, és lehetőséget lát abban, hogy itt fejleszi a szakmai tudását. Tehát egy Magyarországról áttelepedett tanárnő került hozzánk, aki felvállalta ezt, hogy a fesztiválokat, pályázatokat... Tehát, hogy irányítsa oda a diákokat, és az érdeklődésüket. Tudja a filmeket, a szakterületeket, és akkor oda irányítsa, ahol esélye van arra, hogy be is válogassák a filmét, és esetleg díjazott is legyen, vagy a fotója. Hát öröm hallani ilyen jó eredményekről. Hát most az utolsó fél percben melyek a felvételi követelmények? Most már beszéljünk erről is, hiszen nem sokára kezdődik a beiratkozás az egyetemre. Minden adat megtalálható a honlapunkon, vagy ha nem, akkor a Facebook oldalon, Film, Foto, Média Facebook oldalon. Film, Foto, Média, ez a Facebook oldal. Ott egy egész hosszú leírás van, mik a feltételek. Hát a legfontosabb egy felvételizőnek az, hogy hozzon 5 minőségi fotót, vagy pedig egy kis filmet, az akár lehet reklámfilm is, hogyha vagy videoklip is, ha ezen a területen erősnek, jónak érzi magát. Nem kitétel az, hogy legyen saját fényképezőgépe, mert hallottam, hogy van, ahol ezt külön kérik tőlük. Nálunk vannak fényképezőgépek is, ki lehet bérelni. Tehát csak a tudás, a képesség és kell a... tudni, hogy igen, mi azt mérjük fel, milyen tehetsége van, milyen képességei vannak, hogyan reagál bizonyos dolgokat, hogyan tud csapatban dolgozni. Tehát van egy pár dolog, amivel felmérjük. Volt olyan diákunk is, azt megemlítem, hogy eljött, őszintén megmondta, először járt életében kamera, ez a filmet, amit hozott, ezt akkor filmezte le. De lehet, hogy még abban is gyakran találnak volt, valamit. De amikor végzett, a legjobbak között volt a gyerek, 3 év alatt rengeteget fejlődött. Katona Zsé József, köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.